Mi kell egyébként ahhoz, hogy az ember ennek az akadémiának a tagja legyen? Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. A második egy átlagon fölüli közéleti érdeklődés, a harmadik pedig az egyértelmű nemzeti érzés. Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. Igen nagy művészek helyenként igen kivizsaklanak. Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. Beérett, társadalmilag és művészileg elismert életművet kell hozni. Nem kell állandóan örökké provokálni. Bevallom őszintén, én már Makovecz Imrével sem voltam teljesen tisztában, mert láttam a Dunaújvárosi templomát, láttam Szeviában a expóra készített dolgot. Éreztem, hogy ez egy nagyszabású dolog. Az, hogy az ideológiája, a művészetről való nézetei teljesen zavarosak és számomra értelmezhetetlenek, az egy másik történet. Hát ez nem biztos, hogy Makovecz Imrét minősíti. Akkor még rajtam kívül rengeteg ember gondolja így, hogy egy zagyva... Belegább nagy építész volt. Valószínűleg, ezt sem tudom megítélni, de úgy tűnt. Igen. Szerintem igen. Na most, amikor az Indexen meglátom ezeket a fotókat, ami valóban egy életmű kiállítás dokumentál, amit azt hiszem Budapestről vittek le, szerintem Zalaegerszegre, egyszerűen nem hittem a szememnek. Volt egy katonatársam, amatőr fafaragó, a Józsi. Hát Józsi... Ennél jobb volt. Jó, ez szerintem olyan, hogy egyikünk se, nem tudom, hogy van közöttünk. De hát azért történik, meg. Szerintem a Fekete György jelenséggel, meg ezzel az egész történettel, a legkisebb baj, ez nem is legkisebb baj. Szerintem ez tetszik, van akinek tetszik, egy-kettő például, jó, a színes kavalkád az elég jó volt itt az előbbi bejátszásból, az konkrétan nekem is. Művészettörténészek majd ezt megítélik, én Szilágyi Bundi Andrásnak a véleményére szoktam hallgatni, a művészettörténésznek a véleménye érdekel, egy adott ilyen belső építészeti, vagy ilyen kis plasztikákról, stb. Nem értek hozzá, és nem hiszem, hogy olyan sokan értenénk hozzá. Nem ez a lényeg. A lényeg az az, ami a Index videóban elhangzott. Azért tudjuk, hogy hol jegyzik az illető művészt a művészetben, nem a művészeti világban, hogy mit tett le az asztalra. Ezek mind meglehetősen szubjektív történetek. Nem. Ez a dugókavalkád, meg ez a barkásbolti stílus. Nem egy hatalmas formátum, vagy figurája a magyar művészeti életnek, ezt én is megkockáztatom, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mit mond a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként, hogy lehet oda bekerülni akkor, amikor ő köztestületté vált, vagy legalábbis az ő akadémiája, és úgy gondolja még mindig, hogy ez egy magánklub. Na, ez nincs rendben. Tehát, hogy ő eldöntse, hogy valamilyen politikai hovatartozás alapján majd ő eldönt, hogy kiben van nemzeti érzés, meg kiben nem, és azt csatlakozhat, aki. Na, ezzel van a gond. Ez politikai kérdés, ez államfelfogási kérdés, stb. És a Feketével. Ez a gond nem az, hogy egyébként tetszik-e nekünk a valamelyik bocsánat, műve, vagy nem. Bocsánat, ide kapcsolódik, hogy rögtön fölhívtak adás után a múltkor. Ők azt mondtam, hogy Fekete György a Szalmi boszorkányokban simán eljátszhatná John Proctor szerepét. Az ő mentalitásával, most a mentalitásra, ez a szellemiségére gondolok, nem a színészi képességére, és Arthur Miller helyett Norman Millert mondtam, hát ezúton elnézést kérek. Egyébként John Proctor abszolút stimmel Fekete György esetében. Csak azt szeretném mondani, hogy ugye itt megint csak nem önmagában a Fekete úrral, meg akár az ő konkrét politikai megnyilatkozásával van gond, mert az olyan, amilyen, az megteszi majd a maga hatását, ebben biztos vagyok, és abban az értelemben, hogy te mondtad, hogy majd jelentős szavazatszerző képessége lesz a nemzeti oldal számára. A gond az, hogy ez az egész adás is, ha belegondoltok, amit itt idáig szó volt az elmúlt néhány nap, hogy ez állati gáz. Hát milyen országban élünk? Hát ez egy abszurd, egy rém álom. Meddig tudunk róla beszélni, várjál, domálni lehet, de ha kimegyünk az utcára, akár itt Kőbányán, vagy akár Budapesten, a szűk belvároson kívül, várjál, egyrészt nem hallott, hanem az a problémája az emberek millióinak, hogy nem tudják kifizetni a számláikat, nem tudnak enni,
érted? Aki csak tud, menekül az országból, és akkor ilyen abszurd, elmebeteg baromságokat kell hallgatni. Ugye, te azt mondtad itt a reklámszünetben, hogy ez neked nem a stílusod, hogy indulatosan beszélünk, nekem se a stílusom, de a helyzet olyan fölháborító, érted, hogy ezt nevesíteni kell. Tessék? Ez demagógia, amit mondtam. Demagógia? Hát barátom, lehet, hogy az, lehet, hogy az csak sajnos ez az igazság, érted. Ezen az alapon akkor semmiről nem tudunk beszélni, csak a sajnálatosan valóban létező. Én csak összekapcsoltam a jelenségeket. Túlcsordulnak ebben a helyzetben. De ez az nem demagógia, ez csupán egy érzelmi állapot. Én már csak egy kávét kérek, van is, hál' Istennek. Úgy. De miért? Ez most nem, azért, hogyha nem, azt mondjuk, hogy ebben az országban borzasztóan nagy bajok vannak, mert erről emberek van éheznek, és emiatt ne beszélünk fekete gyögyről, ő nem ezt mondta. Ez demagógia. Bocsánat, nem ez hangzott el. Nem ezt mondta. Hanem, nem ezt hangzott el. És úgy függ össze, hogy Orbán Viktor. Tehát, hogy igazából ez viszont egy csúsztatásnak hívja. Valóban, hogyha végigmondhatom a mondatot, hogy? Szeretném elmondani, hogy ez az ország egyre inkább egy egyemberes diktatúra, és hogy az ember, a diktátor egyre inkább alkalmatlan arra, hogy akár diktátorként működjön. Zoltán, köszönöm szépen neked, a lehetőséget. Hogy egy igazi diktatúrában én nem kívánom neked, de azért... Barátom, sokféle diktatúra van, én éltem olyan diktatúrában is, azt kell, hogy mondjam, most a sok szempontból tisztességesebb volt, mert kiismerhetőek voltak a feltételszabályok, és ott nem az működött, hogy aki nincs velünk, az nincs, azaz magyarán bőgöljön meg. Megint álljunk meg egy pillanatra. Ugye említettem a szállami boszorkányokat. 53-ban írt a Arthur Miller a McCarthy korszak kellős közepén. A purifikátorok üldöznek és megsemmisítenek. És vizsgálnak. Mit vizsgálnak? Nem materiális dolgokat, ami mérhető. Hogy mi van az agyban? Na most, amikor ez az ember, ez a Fekete György nekem a nemzeti elhivatottságról beszél, és a elkötelezettség és a fokozott közéleti tevékenységről beszél, akkor összerezzenek, és majdnem olyan ideges leszek, mint a Zoltán. Hogy te Jézus már! Hát, is ideges lesznek hát, majd megint bizottságok, amelyek eldöntik, hogy én nemzetileg elkötelezett vagyok? Nem, vagy hát a Fekete György fogja magától eldönteni? És most itt a Művészeti Akadémiában való tagságról van szó, tehát ne csináljunk úgy, mintha itt a létezés feltétele lenne az, hogy valaki nemzeti elkötelezettség. Először is a fekete miniszteri fizetést kap. A tagok azt hiszem 150 ezerrel most indítanak, és majd utol fogják kérni az akadémiait. Tehát a Tudományos Akadémiai fizetsége, és aki bent, van, aki nincs bent. Így van, tehát ezek a professzorok Batthyányi körének a szóvivője azt mondta, hát majd belépnek, kiegyenlítődik. Ki lép be ide? Ki? A feketéhez? Nem is léphet, ugye arról van szó, hogy majd eldöntik azt, hogy... Azért mondom, hogy ez katasztrofális. Hát abszolút helyén valónak tartom a Zoltán zaklatottságát, mert ilyen világban én nem akarok élni. Igen, de ugyanakkor, ami diktatúrát illeti, ugye itt van az asztalnál Stumpf András, aki az egyik legkiválóbb cikket írta meg, jobboldalinak számító labban ennek az egész ügynek a leleplezésére. Ez azt bizonyítja egyelőre, hogy nem beszélhetünk addig igazi diktatúráról, amikor is a kormányoldalhoz közel álló, szellemileg közel álló labban ilyesmi megjelenhet, ha neked ebből nem lehet bajod, vagy pedig nem úgy gondolják, hogy hagyjuk azt a Stumpfant, és hadd írja meg, mert akkor be tudjuk bizonyítani, hogy nálunk nincs diktatúra. Ha ebben mögött nincs hátsó gondolat, akkor azt mondom, hogy... valóban nem kell bizonyítani. És abban viszont a Zolinak igaza van, hogy a diktatúrának a mai értelmezése egészen más, mint a hidegháborús időkben. Nem, mindig újabb és újabb fajta diktatúrák vannak. Én azt mondom, hogy Venezuela az egy diktatúra, azt mondom, hogy Irán az egy diktatúra, azt mondom, hogy Belarus egy diktatúra, mindegyik más, és nem lehet a dolgokat precízen összevetni. Itt a probléma valóban az, hogy egyre inkább érződik a légkörben valamiféle olyasfajta dolog, amit a félelem szó alatt lehet definiálni. És ez, hogyha ez tovább árad, akkor beszélhetünk. Magyarországon 2012-ben legfeljebb diktatúra paródiát lehet létrehozni, és mindezek az elemek, ezek azok is. Tehát az ember azért jó. Azért tehát, persze felmegy a pumpa bennem is, mikor Fekete György ilyeneket mond, mert egyszerűen ez nem érti a helyzetet. Azt szerintem azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan éreznek repressziót a bőrükön. Tehát, hogy kirúgnak embereket a munkájukról. Ha nem elkötelezettek, vagy nem hogy újságírók rendkívül kiszolgáltatott helyzetben érzik magukat, közszolgálati, vagy akár magán médiumokban. Tehát nagyon sok olyan mozzanata van ennek a rendszernek.
a nemzeti együttműködés rendszerének, ami biztos, hogy nem demokratikus. Pontosan hol a határ az autokrácia és a diktatúra között, ezt nehéz megmondani, de hogy ez nem egészen egy európai liberális demokráciában biztos vagyok. Ugyanakkor még annyit szeretnék... A liberális demokráciát Orbán Viktortól nem nagyon lehet elvárni, mert hát, ugye elmegmondta, hogy a liberalizmusnak már nem is elvégezte a dolgát és kötelezettségét, stb. Igen, azt gondolom, hogy a liberális demokrácia az, amit az Európai Unióban rendszernek, politikai rendszernek nevezünk, de ezen nem érdemes vitatkozni. Ugyanakkor Fekete Györgynek szerintem megvan az a rendkívül nagy előnye, hogy önleleplező. Tehát szerintem sok-sok Fekete Györgyöt szeretnék én látni itt, hogy jól látszódjon ennek nem. a rendszernek én, a természete. Én meg nem, mert amikor Gulyás le kell, hogy mondjon a műcsarnok éléről, akit nem lehet egy kommunistának nevezni, nem lehet egy nagy liberálisnak. Ez volt az a pillanat, amikor az egész struktúra lelepleződött. Mert ha megint a Zoltán, megint kénytelen vagyok támogatni. Orbánnak a személyzeti politikájában egészen elképesztő. Előkaparja a 66-ban Munkácsi díjas, 81-ben érdemes művész, borzasztóan üldözött, roppant tehetséges Fekete Györgyöt. Előkaparja Hoffmannét, vagy Hoffmann Rózsát, aki a kádári minisztériumban kezdte, és azt hiszem valamelyik gyerekének az esküvőjén tért meg, és megérintette Jézus. És innentől kezdve lehetne sorolni szegény külügyminiszterétől kezdve a Pintéren keresztül az összes egykori MSZNP tagot, hogy ezek az embereket gyűjtötte össze, és még nem beszéltem Zsiga Marcellről, Papcsák Ferencről. Tehát ezekről a díszvirágokról, akik egyszerűen romlásba viszik ezt az egészet a maguk habitusával. Hát hogy vigyék, nem? Tehát nem ők viszik romlásba, megint csak azt, hogy mondjam, Orbán Viktor viszi romlásba, mert ezek mind az ő kabátján porszemek. Lehet nevetni, de ez a helyzet. Figyelj ide, beszéljünk egy kicsit őszinte szó, már megint próbálok, csak... Próbálok komolyabb ábrázatot megmenni. Csak nyugodtan, majd menj utána ki az utcára, és majd lásd meg a reakciókat. Figyelj ide, lehet az embereket hergelni, lehet őket provokálni, engem most le lehet demagógozni, de ez az egész kutyakomédia így megy tovább, és így mennek tönkre a családok, itt vér fog folyni, érted? Nem választás lesz, valahol éhséglázadás lesz, vagy etnikai villongás lesz, és vér fog folyni. Az lesz a nota vége. Ez az egész szarság, ami itt van, ide fog vezetni. Jó, ez megint, a felelősség. Megint hadd fordítsam le, amit a Zoltán mond. Azt gondolom, hogy... Nem, csak azt akarom mondani, hogy amiről ő beszél, igazán az a gazdáknál okoz problémát, a ángyánféle felvetések semmi bevétele, az a kritikától. Eljutatunk minden problémával, az összes problémáig, csak azt gondolom, de most Fekete Györgynél olyan társa... tartunk. Azt akkor beszéljük meg. Ő a kultúrát intézi. Így van. Budai Gyula intézi a mezőgazdaságot. Tehát gondoljuk már meg ezeket a figurákat. Sem Zsé Zsolt. Hát ennyi, ezek az emberek honnan lettek összekaparva? A KGB küldte őket? Ezt én sem értem, hogy Fekete György éppen miért kap ilyen hatalmat. És a Budai Gyula? Fogalmam nincsen. Azt viszont tudom, hogy nem csak és a Hoffmann Rózsa. Azt viszont tudom, hogy nem csak én nem értem ezeket a dolgokat, hanem nem értik például olyan jeles, egyébként igencsak jobboldalinak tartott közszereplők és művészek sem, mint például Szörényi Levent, akivel volt alkalom egy interjút készíteni, és mindenkinek ajánlom egyikben csütörtökön, hogy olvass el, mert nagyon kemény dolgokat mond most a Szörényi. Majd, most jelenik majd meg. Így van, most csütörtökön. Tehát lesz még ebből téma, és muszáj, hogy változzanak ezek a dolgok, mert nincsenek normális válaszok arra, hogy miért kellene, hogy hogyan lehet az, hogy... Szoftabbá válni a helyzet? Hogyne, egy csomó de hát csomó nem ilyen vetted észre, hogy már. Éppen amiatt aggódik nagyon sok ember olyan hevesen a dolgok miatt, mint a Zoli, mert úgy látni, és én is kezdem úgy látni, hogy nincs visszaút. Tehát a dolgok egy olyan automatizmusba kezdtek, hogy már túllépték azt a határt, ahonnan van visszaút, tehát a dolgoknak keményed, inkább azt látom, hogy inkább keményed. Nem, hát bocsánat. Szerintem 2008-ban túlélték. Egyébként, bocsánat, hogy megint közbevágok, én ott látom a legnagyobb problémát, hogy ezt az őrült rendszert a budaival, az összes többivel együtt hogyan lehet lebontani. Ha nekem valaki azt mondja, 60 interjút csináltam Balsai Istvánnal, hogy ebből az emberből alkotmánybírót faragnak, hát én azt kirőgöm. Akkor azt mondom, hát most pedig a Salamon lesz alkotmánybíró. Úgy lehet lebontani, hogy egy durva választási vereséget fog szenvedni ez már a rendszer 2014-ben. Már amennyiben lesz választás. Itt Havas úr említett a 94-et csak a Fidesz kapcsán, ugye? A 94-es téma már bejött ma.
gyerek voltam még olyan serdülő korban, és már akkor emlékszem, ez az egyik első szöveg volt, hogy nem lesz szabad választás. Ez a Boros Péter, ez aztán ez az a kriptofasiszta, ez nem írja ki, elfogják, csak nem lesz választás, az MDF az ilyen, ezek. Ezt már akkor hallottam, ez volt a második szabad választás, ugye akkor 94-ben. Most megint ez annyira unalmas ez a szöveg. Amit mondasz, ezt a helyzetet relativizálja, érted? Akkor nem voltak ilyen módosításai a választójogi törvénynek. És mégis ez a szöveg volt. Mégis ez a szöveg balig oldalon, de a fővonalban volt. És én is aláírom, inkább jobb félni, mint megijedni, de ennek ellenére a történelmi tapasztalat arra int bennünket, hogy igenis fessük az ördögöt a falra ilyen helyzetekben, mert ha nem csinálnánk, abban az esetben sokkal bátrabban és gátlástalanabbul is tudhatnak visszaérni. Szerintem ördögöt nem kell falra festeni, az sose hoz jót. Erről van szó, tehát én értem, igen, meglátjuk, hogy kinek lesz igaza. Én zurkolok annak, hogy úgy legyen, hogy megint csak fölösleges ez a nagy tamtam. De ha nincs tamtam, akkor nincs demokrácia. De ilyen van demokrácia. Figyelj, ott az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróság két dologról dönthet. Most például a választási törvények kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság, aminek elvették a jogosítványait, és a Fidesz a saját káderével tele tömt, tehát ne nevetessél már komolyan. Ja, igen, és akkor miért meszelték el például a médiatörvényt? Ezek a csúnya fideszesek, akkor miért helyezték hatályon kívül a médiatörvény rendezkezését? De nem csináltak egyes passzusokat. Azok a passzusokat, amelyeket de nincs minden rendben, mert akkor nem kapnánk folyamatosan nemzetközi figyelmeztetéseket tovább. Van egy Áder János nevű köztársasági elnök, aki szépen odaküldte. Egyébként dönthetnek arról is a hírekkel ellentétben a regisztráció lényegi részéről, ha akarják, az egészet leveszik, kiveszik az átmeneti rendelkezésekből, ha úgy döntenek előtte, és még erre is van lehetőségük, hogy azok bizony az ő hatáskörükbe tartoznak. Sajnos, van erre megint a Zoltánhoz kell visszatérnem. Nem hittem a fülemnek. Valamelyik péntek reggel azt mondta Orbán Viktor a Magyar Rádióban, hogy hát ezek nem olvassák az alkotmányt. Hát a regisztrációról szóló szakasz benne van az alkotmányban. Akkor hogy lehetne alkotmány ellenes? Hát komolyan mondom, ez aztán a teteje ez botrány, tehát ez botrány. Ez mindennek a vége. Ezért nem egy európai demokrácia. Mondanék én valamit neked, ugye, mert te azért vagy itt, hogy reprezentáljad azt a mérséket. Ez egy kényszerhelyzet az ő részéről. Reprezentálja mégis ezt a mérséket konzervatív gondolkodókat, akiket én is nagyra becsülök egyébként. Tényleg tisztázzuk már. Ne menjünk, hagyjad Zoli ezeket a tisztelvérket. Én Stumpf András vagyok, Stumpf István alkotmánybírónak nem rokona egyébként, és ennyi vagyok, én nem reprezentálok senkit. Legfeljebb a heti válasz különben, de még az csak teljes egészében. De körülbelül azért ezek mellett az értékek mellett érvez, és ezzel nincs is probléma. Csak én úgy gondolom, hogy a te esetedben is konkrétan, és más hasonlóan gondolkodó emberek esetében is konkrétan, ezeknek a dolgoknak a mindig esetleges megmagyarázása, a relativizálása, külön esetként való kezelése, ez nem helyén álló. Ez a ti és a te életteredet is, és a lehetőségeid is elveszi ez a rendszer, ami folyik. De bocsánat, én nem megmagyarázom, mert kritizálom ezeket a dolgokat. Jó, én most ezt a vitát lezárom, van még három filmünk, menjünk tovább.